100%-ban magyar alapanyagból és Magyarországon készül. Ilyen termékek kaphatják meg a magyar termékvédjegyet. Az áruházláncokban is egyre több ilyen csomagolt élelmiszer kapható. A márciusban elindult Vedd a hazait, Védd a hazait kampány azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a vásárlókat a védjeggyel ellátott áruk megvásárlására. A célunk az volt, hogy egy széles körű összefogás valósulhasson meg, és ennek érdekében egyrészt ezt az üzenetet, illetve szlogent, logót, gyakorlatilag védjegyet ingyenesen hozzáférhetővé tettük minden olyan vállalkozás számára, aki itthon állít elő terméket. Ez nagyon fontos, mert ugyan a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nek van 170 védjegy használó partnere, és én azt gondolom, ez is egy nagyon nagy bázis. Nyitni szerettünk volna szélesebb körben. Ez egy jó döntésnek bizonyult, mert ez idáig már csak nem 100 gyártóvállalat csatlakozott a kampányhoz, aminek csak egy része védjegy használó, nagyon sok az új cég, aki eddig nem volt partnerünk, de az üzenettel egyrészt azonosulni tud, másrészt ugye megfelel a kritériumnak, hazai terméket gyárt. A kampány tavasszal a Facebookon indult el, akkor az élelmiszergyártók mellett több ezer magánszemély támogatta a kezdeményezést. A projekt révén később közterületi reklámplakátokon és a YouTube-on is megjelent a szlogen. Legújabban már televíziós reklámok népszerűsítik hazai termékek vásárlását, novembertől 6 héten át 20 társaság hirdetése látható a TV csatornákon. A kampányhoz nemrég az Agrárkamara és az Agrárminisztérium is csatlakozott. Ez az együttműködés egyrészt akkor indult, amikor létrehozott a minisztérium egy rendeletet, ami meghatározza, hogy mely termékekre írható rá, hogy magyar termék, hazai termék vagy hazai feldolgozású termék. Ugye ezt a három védjegy kategóriát különböztetjük meg. Ennek a kidolgozásában is együttműködtünk, illetve már akkor elindult egy támogatás. Gyakorlatilag nekik köszönhet, vagy hát a minisztériumi együttműködésnek az egyik fontos része az, hogy a Magyar Termék Nonprofit Kft. Kellett egy közhasznú feladatot, ugye edukálja, csúnya szóval mondva, a fogyasztókat arról, hogy ezeket a védjegyeket megismerjék, hogy magyar termékakciókat, aktivitásokat végezzünk, akár üzletláncokban, vagy akár konferenciák, rendezvények keretében. Benedek Eszter hozzátette, a kampány létrejötte újra bizonyította, hogy összefogással olyan erejű marketing kommunikáció, tévéreklámok jöhetnek létre, amelyre külön-külön nem mindegyik támogatónak lenne módja. A résztvevő cégek erőforrásai ebben az esetben nem egyszerűen összeadódnak egy több 10 millió forint értékű kampányban, hanem együttesen egy magasabb szintű aktivizációt tesznek lehetővé.